reggelt mindenkinek, remélem hallatok valamennyire, mert elég nagy itt a zaj. Így kedre víradóan, fogalmas május 30, jajaja, lassan kezd a végéhez közeledni, sajnos a Japánban Japán tartózkodásunknak az ideje, aminek egészen elég szomorú vagyok. Most egyébként itt vagyunk Kyotóban, méghozzá mögöttem a Manga Múzeumot láthatjátok. Kicsit többet vártam ettől a múzeumtól. A lényege egyébként az, hogy tele van mangákkal, nagyon-nagyon régi mangákkal, tényleg valami eléggé meg volt sárgulva, valami csak vitrínben volt, annyira régi volt, hogy még megfogni sem lehetett. Évszámuk szerint voltak lebontva a mangák, rengeteg manga van, és egyébként külföldi mangák is vannak, úgyhogy találtam egy részt, ami meg csak magyar mangák. Csak magyar mangák vannak ott, mint például a Death Note, meg a Nana, meg a Naruto-nak is láttam egy részét ott. Szóval tele van mangával, illetve kiállítás is van, ilyen galéria a régi képekből, valamint mangakáknak a kézlenyomata, amint tartanak egy ceruzát, vagy tust, ecsetet, valamit. Szóval a lényeg az, hogy fognak valamit, és akkor mellette van egy ilyen kis kép tőlük aláírva, stb. Egyébként maga ez az épület iszonyatos recsegő padlóval rendelkezik, viszont ez azért van, mert régen ez az épület egy iskola volt, és egyébként föl is tűnhetett volna, csak úgy magától nem is kellett volna elolvasni, mert tényleg olyan az egésznek a kialakítása, mint egy iskolának, jaj, majdnem átlesen. Tehát tényleg olyan a kialakítása, és ahogy olvastuk a leírásba, régen ugye, amikor átköltöztették ugye a főváros Kyotóba, és kerületekre osztották, minden kerületbe létrehoztak egy ilyen iskolát, saját magánpénzből hozták létre a környékbeliek, és tartották fent, ha jól tudom. Viszont ugye egy idő után már nem volt ennyi iskolára szükség, illetve összevonták őket, stb. És hát jó néhányat bezártak, vagy átalakítottak leginkább ilyen office buildingekké. És akkor ez is egy ilyen iskola volt, és megtartották, átalakították maga múzeumá, hogy tovább folytatódhasson a tanítás. Nagyon szép gondolat különben, és valóban nagyon sok mindent írnak le magáról, a manga történelméről, a régi mangákról, a készítőkről, rengeteg minden van. Sajnos nem tudtam nektek nagyon sok mindent megmutatni belőle ezekből a csodákból, mert nyilván nem lehet videózni, meg fényképezni, meg semmit, úgyhogy tényleg csak azért, hogy egy minimálisan belelássatok a dolgokba, készítettem pár felvételt. De ez tilos, ilyet nem szabad otthon csinálni. Igen. Elég kis hangulatos ez a hely, és maga Kyotó is egyébként nagyon nyugis. Ismételten egy jó kis földön alvós éjszakán vagyunk túl, majd egy kicsit később, ha visszajöttünk este, megmutatom nektek a szállásunkat. Durva. Még most is postunk, ami szintén durva, mert a japán mosógép, hát érdekes, maradjunk annyiban. Na de folytassuk a napot, fogalmam sincs, mit nézünk ma meg. Azt hiszem a Tokió, szóval a Kyoto Towert mindenképpen, de mivel a fél napot elbicceltük alvással, és tegnap is hullán jöttünk ide, úgyhogy eléggé le vagyunk maradva a kyotói látnivalók megnézésével, úgyhogy bele kell húzni. Ahogy láthatjátok, a teljes oldalsó rész be van építve, hogy még véletlenül se tudják kiugorni a metró elé, ami elég praktikusan néz ki a fejem. Egyébként visszatérve a Manga Múzeumra, most nem emlékszem pontosan, hogy elmondtam el, hogy az lényeg ennek a múzeumnak, hogy bemész, leveszed a mangát, leülsz és elolvashatod, akármennyi időt ott tölthet, 800 ilyen egy alkalomra, mindenhogy itt maradjak. Szóval ez a lényege is, hogy rengeteg mangát találhatsz, ott még egyébként ilyen kis részekből is összeilleszthetsz mangákat. Ilyen kis átlátszó fólián rajta vannak szemek, meg szája, meg orrom, meg stb. És akkor ott lehet így egymásra rakva illetgetni ilyen manga karaktereket. Szóval nagyon sok minden volt ott. Én mondjuk másra számítottam, de semmiképpen sem csalódtam, úgyhogy most irány tovább. We'll be right back.
És ez itt van lent a metróban. Cipőt le. Fantasztikus volt, tele volt egyébként aranyozott képpel, ami meglepő módon nem volt irritáló, tehát engem nagyon irritálnak már ezek a barokk reneszáns stílus, az a nagyon aranyozott, nagyon gics, túl csorduló, tényleg gics az egész, viszont itt Japánban valahogy annyira jól kompenzálják ezekkel a fa ajtókkal és fapadlóval, ami egyébként hirdatlanul recseg, tehát ahol tényleg az autentikus fapadló van, az iszonyatosan recseg, és itt a kastélyban is rettentően recsegett minden, ahogy lépkedett az ember. Jól rányomják valaki. Ja, jó dagadtak. Hogy rárepülnek egy-egy falatkára. A vérhalak. Nagyon érdekes különben, hogy míg a fő utca le van tisztulva, és minden olyan kis szép, rendezes terének tűnik, addig, hogyha benézünk a mellékutcákba, akkor tele vannak drótokkal, hálózati kábelekkel. Úristen, nagyon durvák. Kábelek! Kábelek! Az egyik videóban említettem, hogy nagyon ritkán és nagyon drágán lehet csak Japánban gyümölcsöt szerezni. Hát azért jó pár helyen van gyümölcs, szóval ez így cáfolandó. Illetve végül is hát nem is olyan drága, mert azt hiszük, hogy ha nincs szezon, nálunk is kb. Hasonló árkategóriában mozognak a gyümölcsök. Szóval, ja. Jóféle. Megkóstoltuk, milyen itt a helyi gyümölcs. Kész lehet egy kis görög dinnye, egy kis eper, egy kis banán. Meg kell mondjam, hogy sokkal jobb, mint nálunk. Jó, persze nyilván a szezonos gyümölcseinket, amik otthon, házilag, vagy. Szóval a házi terméseket nyilván nem múlja felül a gyönyörű, szép görög dinnyénket, meg az édes görög dinnyénket, meg a szép, finom eprünket. Tehát ahhoz nincs köze nyilván, de viszont sokkal finomabb, mint amit nálunk nem szezonban lehet kapni gyümölcsöt. Úgyhogy mindenképp pozitív. És most ide lesöveltünk az út szélére. Ugyanis hát sehol, tehát itt Japánban basszus sehol nincs olyan hely, ahol leülhetsz, de komolyan mondom, még a látnivalóknál is minimális az ülőhely, úgyhogy kénytelen voltunk így az út szélére lecsövelni és elfogyasztani a gyümölcsünket, de ahogy néztem, az embereknek a nagy része pont szarik rá, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, szóval pont szarik rá, hogy az ember mit csinál, főleg a külföldiek, úgyhogy teljesen jó kis hangulatos itt a növény világ mögöttünk. Kellemes, és most már a hőmérséklet is kezd lehűlni, bár ahogy nézem azt, hogy videózom magamat, az sokkal jobban feltűnik az embernek, mint hogy itt az utca kellős közepén dinnyét eszem. Hát mindegy. Na, akkor azt hiszem folytassuk is tovább kiotói császkálásunk.
Kanto Imperial Palace. Kyoto Imperial Palace. Az új otthonom. Most vettem. Ingyen volt. Bizony. Csak nem tudnak róla, hogy ott lakom. ありがとうございます。兄弟農学部前です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。発車します。この後は東中川。東中川。ありがとうございます。ありがとうございます。Na hát szép jó esélyt mindenkinek, innen a Haruja Hostelből. Egy újabb csodálatos földön alvós éjszakát fogunk eltölteni. Egyébként most itt ebbe a, hát nem is tudom, kajás szobájába vagyok, illetve olvasós szobájába, mint láthatjátok. Mindenféle könyvek vannak itt mögöttem, meg talán mangát is láttam, de egyébként fönt is van egy előtere a szobánk előtt, ott is van manga a kis vitrínbe, úgyhogy mindenhol lehet mangát olvasni. Mint például ma a Manga Múzeumban jártunk, ugyebár. Hú, gyerekek, hát tényleg ezt ne hagyjátok ki, hogyha a Japánba jártok, ne csak Tokióra korlátozódjon a látnivalótok, hanem tényleg járjátok be az összes várost, mert mindegyik tud valami mást, valami újat, valami többet nyújtani, és hát Kyotóval sem vagyunk másképp, bár egyébként már a szentélyeket, meg templomokat, meg ilyesmiket már kicsit unok, tehát hogy rengeteg van belőle egyébként is Japánban, de Kyotóban minden sarkon vagy egy. És hát oké, szeretjük a japán, meg a japán dolgokat, de ez már egy kicsit sok volt. Ez a rész véget ért, de ne csüggedjetek, mert hamarosan tovább folytatódik az utazásom itt Japánban. Addig is, hogyha tetszett a videó, mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le semmi érdekességről, ami még itt japán kalandozásom alatt történik velem. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hamarosan legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!